A 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye az 1956-os forradalom és szabadságharc. Az 56-os hősök minden nemzedék számára példák lehetnek, így napjainkban is fontos üzenettel bírnak tetteik. Vendégem a stúdióban a téma kapcsán Holmár Zoltán történész, köszöntöm. Köszöntöm a nézőket. Maradjunk akkor ennél a kifejezésnél, ennél az üzenetnél. 2019-et írunk, mi lehet az üzenet, és kérdés, hogy melyik korosztály számára, vagy ugyanaz-e? 1956 üzenete mindenképpen a fiatalokat kell, hogy megcélozza, hiszen 1956 hőse is, 1956 főszereplő is a fiatalok közül kerültek ki. 20-30 éves fiatalok, diákok, munkások, értelmiségi emberek voltak ennek a hatalmas tömegnek a tagjai, akik kiálltak az elnyomással szemben, nemet mondtak arra a korszakra, amelyben éltek, abban a korszakban, amely jó egy évtizeden keresztül félelemben, terrorban tartotta Magyarország lakosságát. Forradalom és szabadságharc, ugye ezt olvashatják a kedves nézők is, és hát olvashattunk nagyon sok mindent ezzel a történelmi eseménnyel kapcsolatban. Tisztában vannak-e úgy általában az emberek, illetve a fiatalok-e két fogalom jelentésével? Ha forradalom és szabadságharcról beszélünk, akkor kicsit visszább menve az időben, előttünk van ugye 1848-49, az 56-os fiatalok is ennek mintáját használták fel. Követeléseket gyűjtöttek össze, nem 12, hanem 15 pontban Budapesten a fiatalok. Szembeszálltak az elnyomással, hiszen Magyarország 1945 óta szovjet befolyású országgá vált. A Vörös Hadsereg, ugye később már szovjet hadsereg alakulatai itt voltak megszállóként Magyarország területén. A szovjet támogatással a kommunista pártok jutottak itt kelet-európai részen lévő országokban hatalomra, így nálunk Magyarországon is. Egy erőltetett gazdasági fejlesztés vette kezdetét, amit a magyar lakosság, aminek a levét sajnos a magyar lakosság itta meg, koncepciós pereket vezettek be a kommunista párt vezetői, a magyar lakosságot terrorban tartották, a padlásseprés is ennek a korszaknak az egyik szimbóluma volt, és ez erre a korszakra, mint egy hatalmas nemként 1956 volt a válasz. 1956 össze, amikor a magyar lakosság, úgy a munkásság, úgy az értelmiségiek felálltak, felvonultak, és nemet mondtak, szembefordultak az elnyomó hatalommal. A jelenleg működő, hogy így fogalmazzak, történelemkönyvek elég részletesen, mérehatóan foglalkoznak 1956 októberi eseményeivel. 23-án ugye van pirosbetűs nemzeti ünnepünk, de itt ugye az októberi és novemberi eseményekre kell eseményekről kell beszélni, vagy a gyerekeknek, a fiataloknak esetleg érdemes utána olvasni, máshol is kutakodni. Ma már filmeket is nézhetnek akár. Mindenképpen érdemes utána olvasni, hiszen időbeni vonatkozásait vizsgálva 1956-nak nem volt annyira régen. 63 évvel ezelőtti eseményekről beszélünk, olyan eseményekről, amelyet nagyszüleink is megéltek. És ha beszélgettünk a nagyszülőkkel, azokkal a családtagokkal, akik személyesen átélték 1956-ot, ők is elmondhatják, hogyan látták, hogyan élték meg ezeket az eseményeket, milyen szereplői vagy résztvevői voltak ezeknek az eseményeknek. Ugye, amikor 1956-ról van szó, akkor leggyakrabban a pesti eseményeket szokták előtérbe helyezni, de vidéken is megvoltak ezeknek az eseményeknek a különböző sarkalatos pontjai, láncolatai. Ha csak Nyíregyházára gondolunk, ugye itt október 26-án vette kezdetét a forradalom, tehát 3 nappal a pesti eseményeket követően. Nyíregyházán is, minden nagyobb városban és kisebb településeken is ilyenkor országosan megemlékezéseket szerveznek, viszont nem volt mindig pirosbetűs nemzeti ünnep ez a nap, hanem egy másik naptári napon volt ez az ünneplés és ez a visszaemlékezés. A fiataloknak ez most teljesen egyértelmű, hogy ilyenkor emlékezünk meg azokról az eseményekről, de melyik esztendő óta is? 1956 történelmi megítélése
az elmúlt évtizedekben más és más volt. Mivel 1956. november 4-én leverték a forradalmat és szabadságharcot, visszarendeződött a politikai vezetés. Persze ugyanazt a vonalat már nem követték, ami a Rákosi korszakot jellemezte, ezért is nevezték az azt követő éveket ugye puha diktatúrának, vagy puhább diktatúrának. Minden esetre sokáig tabunak számított 1956. A szüleink generáció is még úgy tanulta, hogy ellenforradalom volt 1956, majd a rendszerváltás évében először beszéltek róla népfelkelésként, majd a rendszerváltást követően már forradalomként beszéltek 1956-ról. Beszélgetésünk elején ugye az események üzenetére kérdeztem rá, hogy kell, hogy a fiatalokat ez elérje, ez az üzenet. Mennyire nyitottak egyébként? Tehát a mai fiatalok mennyire tudnak érdeklődővé válni, vagy mennyire hajlandóak arra, hogy esetleg akár belegondolják magukat egy ilyen helyzetbe? Amikor a fiatalok először találkoznak 1956-tal, akkor ugye elsősorban tankönyvekben találkozhatnak ezzel az eseménnyel, ott láthatnak képeket, forrásokat, vagy akár egy ismertetést az eseményekről, de igazán akkor tudatosulhat bennük 56 üzenete, amikor például van egy megemlékezés ezen az évfordulón. Megjelennek olyan leszármazottak, családtagok, vagy esetleg túlélők, akik részesei voltak 1956-nak, akkor tudatosulhat bennük, hogy bizony nem is olyan régen történtek ezek az események, ezek az emberek átélték az 1956-ot. Azok az emberek, akik most idősek, akkor még ugye fiatalként képesek voltak szembeszállni a hatalommal. Azt szeretném a beszélgetés végén megkérdezni, hogyha a felnövekvő generáció ugye úgy dönt, hogy akár olvasna is erről a témáról, ezekről az eseményekről, és vagy akár meg is kérdezi azokat, akik, ahogy ön is említette, akár át is élték ezeket a történéseket, hogyha otthon széjjel néznek a családi könyvtárban, akár találhatnak is írásokat, könyveket ezzel kapcsolatosan, ha nem, nyilván könyvtárban és könyvesboltokban is, mindegy, hogy melyik könyvet veszik kézbe? Az elmúlt 30 évben rengeteg szakirodalom született a témával kapcsolatban. Ezeket célszerű mindet átnézni, átvizsgálni. Minden történésznek más és más az adott anyaggal való kapcsolata, az adott anyaggal való feldolgozottsága. Másként látják, különböző szemléletmódokon keresztül láttatják az eseményeket. Nyilván az objektív történelem szemlélet a legoptimálisabb ebből a szempontból, hiszen ugye mindig lesz pro és kontra egy-egy kora múlt esemény sorozatával kapcsolatban. Erre van is egy ékes példám, az egyik megemlékezésen hallottam az egyik megjelent személytől, hogy az ő nagyapja például az AVH-nak volt a tagja, igaz csak sorállományuként, hogy ezért ő most vezekelnie kell-e vagy nem. Ő nem tehet róla, ugye ő nem is ismerte akkor már nagyapját, mert addigra nem élt, mire ő felnőtt. Míg az az ember, aki meg ugye szintén a nagyapja bebörtönözve volt 1956 után, csak azért, mert mondjuk részt vett a felvonulókkal, nem tett semmit, ugye neki is más a viszonya 1956 fogalmával kapcsolatban. Akkor mindenkinek kellene mindenféle a témában megjelent írást olvasgatnia. Így van, célszerű minden oldalról megközelíteni az esemény sorozatot. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.